Tehát érzékelhető volt itt a kerekasztal megbeszéléseken, a feszültség az a tetőfokára hágott. Itt elsősorban az dolgozik ki, hogy igenis az utcán lehet valamifajta nyomást elérni ahhoz, hogy a jobb tudjon diadalmaskodni. De ami nagyon fontos, és szeretném kiemelni, azért mi egy magyar érték és egy magyar érdek szerinti jogállamot szeretnénk, azért harcolunk, azért küzdünk, nem azért megyünk az utcára, hogy a kukákat felborogassuk, mi vagyunk kupacba, hanem azért, hogy az erő, az indulat eljusson abban a pontban, hogy erőt, eredményt tudjunk elérni. Tehát a stratégia az nagyon fontos, és ennek Tamás felvetésében ezt láttam. A stratégia nálunk is megvan, a Kopán csoport is igyekszik, és a többi civil szervezet is igyekszik stratégia szerint együttműködni. De hogyha az indulat ilyen mértékben el fog szabadulni emberi tragédiát sokasságán, akkor azt hiszem, hogy nagyon kapaszkodni kell mind a jognak, mind pedig a politikai oldalak ahhoz, hogy fel legyen tartva az a fajta rend, hogy nem minket söpörjön el, hanem mi söpörjük el azt az életetlen államot, ami így ezt okozta. Én csak ennyit szerettem volna mondani, és hogy tovább is adnám a szót. Igen, nagyon kevés időnk van, nyilván meg kellene határoznunk azt, hogy most miben maradunk. Ugye itt volt talán egy olyan konkrét javaslat a különféle területek jelölésre, ami szerintem egy életképes megoldás, mert meg lettünk szólítva itt többször is. Azért egy dolgot tisztázunk, tehát mi nem a szabadságunkat töltjük, vagy legalábbis mi így töltjük a szabadságunkat, hogy itt vagyunk egy ilyen kerekasztal beszélgetésen. És lehet, hogy talán félértető volt, én nem azt mondtam, hogy ne tüntessünk akár nyáron is, de én értelmetlen, fölösleges, energiapazarló, demoralizáló rendezvényeknek nem adom a nevemet. Tehát sikerélményre volna szükség, nem kudarcélményre. Tehát arra, hogy egy balul elsült tüntetéssel újabb, még sárkónkat is elkeftelenítsük, ha nem baj, én ebben nem adnám a nevemet. Én azért mondtam azt, mert akkor érzem felelősnek, felelősen akkor tudom azt mondani, hogy ott tömeget tudunk felmutatni. Ha ezt holnap érezném, akkor holnapra mondanám. Nem arról van szó, hogy most én nyaralni szeretnék, és ezért most a nyáron engem hagyjon mindenki békén. Én úgy látom, hogy szeptemberben van az az első lehetőség, amikor valódi nagy tömegtüntetés lehet szervezni Budapesten. Hogy addig nyáron van igény rá a kisebb tüntetéseket az Európai Bizottságnál, a végrehajtókat, én azt mondom, hogy csináljuk, és ez a Jobbik meg is fogja adni maga segítségét, de azt az illúziót ne keltsük egymásban, szerintem, mert én tudom, könnyű azt mondani, hogy söpörjük el őket, meg így, meg úgy. Itt most ennél az osztályt nagyon könnyű kimondani, de majd akkor szembesülnünk kell, hogy ott lesz mondjuk a legjobb esetben is pár ezer ember. És az a legjobb eset. Az nagyon jó lenne. Nyáron, és hogy itt valaki nem tudom már kimondta, elhangzott, az a baj, hogy lehet a Jobbikra úgy tekinteni, mint egy csodafegyver, és ez megtisztelő, hogy majd mozgósítunk meg 100 000. Nem tudunk mi sem, hiszen a jobbikos emberek vidéken, de devizahitelesek elveszik a munkáját, nem tudnak feljönni. Nyáron meg pláne nem tudnak feljönni, mert éppen olyan nyári idény munkát végeznek, ami nem engedi el őket. Tehát csak arra kérem, hogy értsék meg, hogy nem azért, mi nem a munkát meg a feladatot akarjuk elhárítani, hanem megpróbálunk felelősen a problémára válaszolni. De ha van olyan ötlet, amit most akár a nyári hónapokban is akció, tehát az utca frontján is nem. Az utca frontján van nyári ötlet, én boldogan támogatom, csak felelőtlensége legyen. Ami viszont a jelenlegi kerekasztalt illeti, hát most mindjárt a sajtó vár majd tőlünk valamit, hogy mit mondunk. Én ezt tartom most fontosnak, hogy nem mondhatja azt a kerekasztal a sajtónak, hogy nem jutottunk előbbre. Tehát én azt gondolom, mindenképpen már most ki kell mondani azt, hogy szeptemberben egy hatalmas kormányellenes tüntetés szervezünk, ahol a deviza hitelesek érdekeiért soha nem látott társadalmi mozgósítással meg fogjuk jeleníteni ezt az akaratot. Mert itt sok apró pontban van közöttünk különbség, de abban egyetértünk, amit már többen is elmondtak és felolvastak, és értettünk, hogy itt károsultakról van szó. Akik az igazságuk, akiket a jog szerint, hogy fogalmaztatok, nem tudom, nem tetszett itt a fogalmazott. Jó, mindegy, ezt majd kitaláljuk. De a lényeg az, hogy abban egyetértünk, hogy itt az igazság a mi oldalunkon áll. És azt, ha már most bejelentjük, hogy szeptemberben erre készült a kormány, akkor bizonyosan az a politikai nyomás már ott lesz a levegőben. Ezt gondolom, ebben egyetértünk, hogy ezt bejelenthetjük most, ebben talán nincs vita közöttünk, hogy szeptemberben egy nagy tüntetés. A kérdésem az, hogy mi az, amiben a sajtótájékoztató előtt elő akarunk állni, hogy abban maradt, hogy mindenki megszólalt, hogy bármivel előállhatunk, az jó lenne, hogy nem hat irányba mennénk. Nagyon gyorsan osszátok le azokat a szárnyakat. Jó, oké. Nagyon jó gondolat, mindenki. Jó, én is jónak tartom, így van. A másik az, hogy azt nyugodtan kijelenthetjük, bár abban igaza volt az úrnak, hogy úgymond a lánc legalján vannak a végrehajtók, de azért mégiscsak ezt mint úgymond, mert talán erről beszéltünk ma a legtöbbet, tehát azért dobjuk be, hogy itt ma... Köszönjük őket meg ez akart, mindenféleképpen.
Jó, akkor azt majd akkor azt elmondhatnak, hát bárnánk, aki úgy gondolja, elmondhatja. És akkor mindenképpen azt el tudjuk mondani, hogy a mai kerekasztalon megvizsgáltuk ugye a végrehajtói világnak az állami felelősség és a végrehajtási moratórium. És volt még valami? A felelősséget, Gábor? Ja, bocsánat, igen, a még. Nagyon. A nyomást fogunk gyakorolni a médiára. Bárki, aki erre, ugye korábban is többen tartottuk a sajtót, ha bármi olyan van, csak azt mondom, tehát a végrehajtás, a szeptemberi tüntetés, és mit tudunk még mondani? Miért? Az emberek fejében. Ezért nagyon fontos, hogy a sajtó számára valami előremutatót tudjunk mondani, mert azért sokan figyelik, hogy mire jut. Nekem a szeptemberi part az nagyon tetszik.